a véleményemet. A történész biztosított róla, hogy a témáról szabadon beszélhetek, persze nem élőadásban, mindig fölveszik előre a beszélgetéseket, de ő egyáltalán nem szándékozik kényes kérdéseket föltenni. Azt mondta, még azt is hozzátette, hogy elvben talán igazam van, de ő az elvi kiállásnál fontosabbnak tartja, hogy legalább bizonyos dolgok elhangozhassanak. Abban maradtunk, hogy így is, úgy is lehet gondolkodni, és békében elváltunk. Én minden esetre nem ragadtam meg az ilyen és hasonló lehetőségeket, nem is volt sok, amiben valószínűleg az is szerepet játszott, hogy sokkal könnyebb volt elvi alapon dönteni, mint a konkrét esetben méricskélni, hogy meddig mehet el az ember, és hol van az a határ, amit semmilyen körülmények között nem szabad átlépni. A szakmai publikációkkal kicsit más volt a helyzet. Egyéb, például politikai vagy közéleti írásokkal pedig egyáltalán nem próbálkoztam. De a filozófiai tárgyú írásaim többnyire olyasmiről szóltak, ami komoly kompromisszum nélkül megjelenhetett. Itt inkább olyan problémáim voltak, mint mindenkinek, úgy értem mindenkinek, aki nem esett kimondott publikációs tilalom alá. Kevés volt a folyóirat, és nagyon lassú volt az átfutás. Most ebből az alkalomból megnéztem a publikációs jegyzékemet, és magam is meglepődtem. Az 1976-ban megvédett kandidátusi disszertációm egyik fejezete 1980-ban jelent meg a magyar filozófiai szemlében, holott a szöveget még jóval a védés előtt benyújtottam közlésre. Ott volt a kötetben az akkori publikációs jegyzékem, és azon úgy szerepelt, hogy elfogadva megjelenés alatt. Hát persze az is lehet, hogy ez az extrém lassúság már a bűneimnek tudható be, melyek a 70-es évek folyamán egyre sokasodtak. Kvázi időrendben említek néhányat. Válaszoltam a Lukács és később a Marx körkérdésre, kiléptem a pártból, részt vettem a házi szemináriumokon és később a repülőegyetem előadásain, aláírtam mind a két kartát, fordítottam és publikáltam a Szamizdatban, sőt később még terjesztettem, és nem folytatom ezek közismert bűnök. Mivel ennek következtében viszont tovább szűkültek a lehetőségek, döntenem kellett. Vagy feladom a tudományos pályát, az oktatás akkoriban szóba se jöhetett, vagy keresek magamnak egy olyan terepet, ahol ilyen körülmények között is értelmes és hasznos szakmai munkát lehet végezni. A feladom akkoriban azt jelentette, hogy végleg feladom, vagy legalábbis számomra ezt jelentette, mert egyáltalán nem gondoltam arra, hogy ezekből a bűnökből később valamikor még erények is lesznek. És ezt viszont nem tartottam igazán vonzó lehetőségnek. Szerencsére kínálkozott egy sokkal vonzóbb alternatíva is, a fordítás. Nem mondanám, hogy akkoriban a filozófiai könyvkiadás virágzott volna, de azért a kiadóknál dolgozó kollégák odaadó munkájának és nem egyszer évekig tartó harcának köszönhetően a filozófia történeti munkákon kívül olykor még az úgynevezett polgári filozófia szerzőitől is adtak ki komoly fajsúlyos műveket. És a fordítók kiválasztásánál sem mindig a politikai megbízhatóság volt az elsődleges szempont. Megmerném kockáztatni, hogy a filozófiai könyvkiadásnak ez a szegmense a körülményekhez képest jól működött. Ennek valószínűleg az a magyarázata, hogy az oktatói és kutatói állások betöltésénél érvényesülő politikai szelekció következtében olyan kiváló emberek kerültek a könyvkiadók filozófiai szerkesztőségeihez, mint például Bence György, aki a Helikon kiadónál a filozófia történeti sorozatot szervezte és gondozta. Először az Európa kiadóhoz tartozott, még utána önállósult.
Azt hiszem, ez utóbbi, már mint az, hogy a kiadóknál munkát kaptak olyanok is, akiket máshonnan politikai okokból elbocsájtottak, magyar sajátosság volt. Fordítói munkát azonban másutt is kaphattak ilyen emberek. Mondanám, ez a szocializmus általános törvényszerűségei közé tartozott. Ha jól tudom, a Szovjetunióban már a 20-as évek végén is kiváló, de politikai okokból semmilyen szakmai állásban elhelyezkedni nem tudó filozófusok fordították a klasszikus műveket. Visszatérve a saját történetemhez, a fordítást persze meg kellett tanulni. Úgy is mondhatnám, hogy föl kellett nőni a mezőnyhöz, akkor ugyanis a legjobbak is fordítottak. Csupán két példát említek. A 60-as évek elején jelent meg Wittgenstein traktátusza Márkus György fordításában, a 70-es évek első felének egyik szenzációja pedig Vidrányi Katalin Kant fordítása volt. Mivel én a filozófia mellett két nyelvszakot, a franciát és a spanyolt is elvégeztem, és jó polgári szokás szerint a szüleim is tanítattak németre és angolra, már az egyetemi években is próbálkoztam fordítással. Mondanám több-kevesebb, akkoriban inkább kevesebb sikerrel. De az első komoly filozófiai munkát szerencsére csak évekkel az egyetem befejezése után kaptam. Addigra valamelyest beletanultam a fordításba. Amikor a kandidátusi disszertációmon dolgoztam, a gondolatkiadó megbízott egy Diltei kötet összeállításával, fordításával és a bevezető tanulmány megírásával. Gondolom, ennek a kötetnek a kiadása sem volt független attól, hogy akkoriban Radnóti Sándor a kiadó filozófiai szerkesztőségében dolgozott. A feladat számomra igazi szakmai kihívást jelentett, és legalább olyan fontosnak, vagy talán még fontosabbnak gondoltam, mint hogy filozófiai tanulmányokat írjak és publikáljak. Ráadásul a közléssel is jó tapasztalataim voltak. A megbízást valamikor a 70-es évek elején kaptam, nem kaphattam korábban, és a kötet 1974-ben megjelent, ami figyelembe véve az én munkatempómat és az akkori átfutási időket rendkívül gyorsnak mondható. Ettől kezdve egyre többet fordítottam. Szinte minden témámból jelent meg fordításom, és a legfontosabb publikációim a lefordított kötetek elő- illetve utószavai lettek. Később olyan kötetekhez is írtam elő- vagy utószót, amelyeket nem én fordítottam, és ezekben olykor olyasmit is megírhattam, ami önálló tanulmányként az első nyilvánosságban valószínűleg nem jelenhetett volna meg. Közben meg is szerettem a fordítói munkát. Persze ehhez azt is tudni kell, hogy csak jó minőségű szövegeket fordítottam, és ami talán még fontosabb, soha nem csak ebből értem. Elég sokat fordítottam, nem húzom az időt a felsorolással, csak a legfontosabbat említem, ami a későbbiekben fordulópontot jelentett, Max Webert. Weber korábban nem volt a témám, csak Diltei kapcsán foglalkoztam vele egy keveset, és akkoriban csak azokat a szövegeit olvastam, amelyeket mindenki olvasott. Ehhez képest a 70-es évek végén a gazdaságtörténet fordításával kezdtem. Bertalan László segítsége nélkül erre valószínűleg nem lettem volna képes. Ő mondta meg, milyen kortárs német közgazdászokat olvassak, hogy megértsem Weber szóhasználatát, és milyen magyar történeti munkákat olvassak, hogy megismerjem a magyar gazdaságtörténészek által használt terminológiát. A fordítás szerintem mindig tanulási folyamat is, de olyan sokat és olyan intenzíven, mint a gazdaságtörténet fordítása közben, felnőtt életemben ritkán tanultam. Max Weber akkoriban nem tartozott a könnyen publikálható szerzők közé. A gazdaságtörténet 1979-es megjelenése után még évekbe tellett, amíg Bertalan Lászlónak és Kertesi Gábornak, aki akkoriban a közgazdaság és jogi könyvkiadónál dolgozott, amíg kettőjüknek sikerült meggyőznie a kiadót,
hogy a gazdaság és társadalom kiadása sem jelent közvetlen veszélyt a Magyarországon létező szocializmusra. A 80-as évek közepén született meg a kedvező döntés, akkor csak az első kötetre, de azután a rendszerváltással a további kötetek elől is elhárultak az akadályok. Számomra ez jelentette a fordulatot. Míg korábban a témáimat fordítottam, most a fordításból lett a téma. Ez szó szerint értendő. Fordítás közben próbáltam puskázni. A német szövegen kívül néztem az angol fordítást is. A gazdaságtörténet fordításánál ez működött. A gazdaság és társadalom első kötetének 1947-es Parsons és Anderson által fordított angol kiadásának szövegében azonban szisztematikus torzításokra lettem figyelmes. Ebből lett az akadémiai doktori disszertációm témája, Max Weber recepciója az angol száz országokban. Utána pedig, amikor megvédtem, maradt Weber, gondolom már végleg, mert hogy új témában nem igen akarok kezdeni. Közben persze tovább fordítottam a köteteket, az utolsó, a 2/4-es kötet 1999-ben jelent meg, de most már a korábbiak szerint a témámat fordítottam. És akkor már csak az van hátra, hogy utólag 4 évtized távlatából visszatekintve átgondoljam, annak idején jól döntöttem-e. Hát a tudományos karrier szempontjából biztosan nem. A mai mindenható tudománymetria magyar változata szerint ugyanis a fordítás nem számít tudományos munkának. De ez nem igazán érdekel. Ennél sokkal fontosabbnak tartom, hogy a fordításaim többségét mind a mai napig használják, sőt olyan is van, amely megérte a második kiadást. Ha belegondolok, azt kell mondanom, hogy ilyen eredményt soha nem értem volna el, ha nem kényszerülök döntésre. Végezetül tulajdonképpen még az 1990 utáni egyetemi oktatói munkám szempontjából is jónak bizonyult a döntés. A fordítást ugyanis szerintem lehet és kell is tanítani. Az egyetemen végig tartottam egy szemináriumot filozófiai szakfordítás címmel, amelyet egyrészt nagyon szerettem, és amennyire meg tudom ítélni, a hallgatók is szívesen vettek részt rajta. Másrészt, legnagyobb örömömre, olykor találkozom jó fordításokkal, melyek alatt volt hallgatóim nevét látom. Köszönöm a figyelmüket! Előtt is volt valaki a magyar filozófia történetében, aki politikai okokból nem tudott Magyarországon publikálni, de hatalmas szolgálatot tett a magyar kultúrának, azzal a klasszikusokat fordította. Ez volt Szemeres Samu. Szemeres Samu lefordította Hegel, fordított Descartes-ot, fordított Kantot. Lényegében olyan hiány töltött, de nem volt magyarul elérhető, olvasható. Én egyetem barkat robotam, én fordítottam a szemináriumnak, első részét, örülök, hogy elveszett, hogy sikor bizonyára, de én nem vagyok fordítani te, és de nem voltak elérhetők, aki magyarul tudott csak olvasni, az nem tudott filozófiát olvasni. Szemeres Samu óriási szerep van a nevben. Különben egy alkotó szerző volt. Spinozával szóló könyvek, a németül megjelent, magyarul nem, magyarul ő fordította el a Spinozát. Úgyhogy akkor kezdődött a fordítás hihetetlen nagy jelentősége a magyar filozófia kultúra számára. Na hát nem akartam az ő munkásságához mérni, és tudom, hogy nagyon sokan fordító. Én direkt csak ebből az időből hoztam példát. Ott majdnem közvetlenül a
Bence György szerkesztői tevékenysége után van, és megmondom őszintén, hogy az én fejemben azért, hogy a Hume fordítást is odahozhatom példának, de aztán megnéztem az első kiadást, 76-ban jelent meg, ugye, és hogyha én azt mondom, hogy az 1974-ben megjelent fordításom már elviselhető volt, akkor nem mondhatom azt, hogy egy 76-ban megjelenendőhöz próbáltam felnőni. Úgyhogy ezért nem említettem ott meg, de még számtalan példát lehetne mondani, hogy ebben az időszakban jó és fontos fordítások. Igen. Semmi nem létezett. Igen, tudom, hát Kantból még akkor is alig volt, amikor mi jártunk. Én tartottam egy szemináriumot, Kant morál filozófiájának. A gyakorlati észkritikájának a múlt század elején fordítása használatlan volt. Ugye éppen Fégedőről a Sós vett ott részt a szemináriumban, egy kutya betűt nem lehetett a meg a fordításból létre. Csak azért tettem meg Kantot, aki tudott németül olvasni. Nekem ennek közben egy kérdésem, hozzád is, meg esetleg másokhoz, hogy mennyire volt egy tudatos, a hatalom részéről egy tudatos ilyen, hogy mondjam, menedéknyújtás a különféle fordítói helyek és ez a lehetőség. Vagy ez véletlenül alakult inkább így, vagy ezt lehet rekonstruálni, vagy nem? Hát ezt igazán nem tudom. Teljesen nyilvánvaló volt, hogy Bence Györggyel politikai problémák vannak, amikor elkerült a filozófiai intézetben. De hát az első lépésben ez korábban történt, mint a kirúgások voltak. Ő már ki volt rúgva, amikor a kirúgások történtek. Szóval mégiscsak az történt jogilag, hogy nem hosszabbították meg az ő szerződését a filozófiai intézetben. Nem tudom, gyakornoki, vagy milyen, vagy mi volt ott az első, vagy segédmunkatársi, nem emlékszem, hogy milyen szerződése volt. Nem hosszabbították meg, viszont az Európa kiadó átvette. Tehát nem valahogyan mindenki tudta, hogy ennek politikai, ideológiai okai vannak, de ez nem volt úgy kimondva, hogy nem lehetett volna foglalkoztatni máshol, és erre mondtam azt, hogy azt gondolom, hogy ez magyar sajátosság volt. Válaszolok egy kis mondatot, hogy a reálszocializmusat nagyon-nagyon tartotta a magas kultúrát, és nem csak a Kádár korszakban, hanem a Rákosi korszakban is. Ugye ne felejtsük el, hogy azok a írók és költők, akik nem publikálhattak a saját műveikkel, a Rákosi korszakban fantasztikus fordítói életművel hoztak létre, Németh László például. Ugye a Tolsztojokkal és hasonlókkal. Úgyhogy az kifejezetten a szocializmusnak egy célja volt, a magas kultúrának a propagálása és lefordítása a magyar nyelvre, és ez inkább ez az általános szempont, mint a tárgyalat felvetett szempont, az, ami itt van. Nekem még egy messzebb vívő szempont jutott eszembe, hogy a magyar filozófiai élet intézményesítése szempontjából ennek egy tágabb története is van, tehát a egyetemi tanszékekről kihozni a filozófiát és közbeszéd tárgyává tenni, ebben nagyon nagy szerepe van az Alexander féle filozófiai írók tárának. Ugye 1881-től a 20-as évekig többé-kevésbé kontinúsan egy nagyon nagy korpuszt fordított Alexander és Bánóczi, ugye ezzel a Ági által említett, ma már olvashatatlan Kant fordítással kezdték, de nagyon tudatosan ilyen metafizikusabb, nehezebb, meg populárisabb szövegeket váltogatva tudatosan behozták a
magyar kultúrával, filozófiáról való beszédet. Csak azt akarom mondani, hogy ennek az általad elmondott történethez képest is van egy régebbi vagy tágabb hagyománya a magyar filozófiai kultúrának. Köszönöm szépen, nekem csak egy nagyon rövid megjegyzésem lenne, mert hogy ezen én is nagyon sokat gondolkodtam, szóval már a 80-as években, hogy ebben volt-e valamiféle, nem tudom, valamilyen hatalomtechnikai spekuláció ebben, hogy valami ilyesmit csinálunk, de én azt hiszem, hogy nem. Szóval ahhoz túl kaotikus volt az egész, akik abban értünk, hogy... Szóval inkább azt hiszem, hogy nem. Hogyha ha belegondolunk, Sándornak igaza van, hogy nagyon hogy maguk nagyra tartották, de a magyar a rendelkezésre álló fordított irodalom, hát az katasztrofális volt a 70-es, 80-as években még. Szóval 60 éves volt az egyetemi órákon a lemaradás, a kortárs filozófus az Martin Heidegger volt és Maxim Husserl, és ugyanígy volt a könyvkiadása, hogy óriási elmaradás volt. 68-ban volt egy ilyen nyitás, szóval azt is lehet mondani, hogy 68 után volt egy nagyobb igény erre, és akkor kerestek embereket, és hát szerencséjükre vagy pekünkre voltak éppen olyanok, akik ezt itt rá voltak szorulva, szívesen is csinálták. Mert egyébként, amit a Laci mondta, ennek az én szemembe is óriási jelentősége van, egy nyelven ez teremti meg a filozófiai kultúrát. Ugye, hogy vannak terminusaink, a terminusok, valamiféle köszönő viszonyban vannak azzal, hogy Európában is beszélnek, és így tovább. Ezeket minden fordításban kell, vagy fordításokban kell, vagy elsősorban azoknak kell megcsinálni. Jó, köszönöm. További kérdések. Még nincs a program. Igen, picit változott a program, ami nem látta volna utolsó. Akkor most még egy, igen. Tibor, folytasd. Igen, akkor még egy előadást most megtartanánk a szünet előtt, és Herbert Ágnest akkor feltűnt. Igen. Nem láttam az összeadlamat. Közönségek, kicsit megváltoztatom, amit mondani akartam, mert valamit észrevettem máma. Az, hogy nagyon kevés ismerete van még a filozófusoknak is. Arról, hogy mi történt Magyarországon filozófiában 1947 és 56 között. Minden előadás, amit hallgattunk, sőt, még a Budapest iskola is lényegében 50-es évek végén jött létre. Tehát mi történt, mi volt itt a filozófiában? Azzal szeretném elkezdeni, hogy nem lett volna a magyar filozófia Lukács György nélkül. Ő volt az, aki megteremtette a lehetőséget, hogy Magyarországon filozófia legyen. És nem egyszerűen filozófia oktatóktól, vagy filozófusokról beszélek, hanem azokról, akik olvastak filozófiát, akiket érdekelt a filozófia. Olyan emberekről, akik mondhatnám, talán nem ismertek most, irodalmárok voltak, mint Mészáros Vilma, aki a világirodalmat tanította az egyetemen, vagy talán Pernyi András, aki a legnagyobb muzikológusa volt Magyarországnak. Úgyhogy ezek Lukácsból vették az érdeklődést, hogy ne csak a szűk szakmával foglalkozzanak. Ennek a szakmának vannak teoretikus, elméleti, mondjuk szélesebb konnotációi. És ezt a Lukáccsal való megismerkedés, nagyon sokan voltak az első időben, vagy százan voltak a Lukács során, ez 49 előtt volt, 49-ben Lukácsot Rudas megtámadta, és akkor akkor a 100 hallgató közül mondjuk 10 maradt Lukács tanítvány, azok már tanítványok lettek. Amíg százan voltak ott, Lukácsnak az előadásai az irodalmi alkotások elemzése volt. És ezekben nagyon sokan vettek részt, többek között mondjuk Vidány Iván, vagy Ungvári Tamás, hogy ismert neveket említsek, akik ott voltak ezeken az órákon. Később az irodalmi alkotások elemzésének, ez már 53 után volt egy új korszak, ott volt Konrád György is, még emlékszem is, hogy miről tartott előadás. Ugye? Flaubertről tartott előadás Konrád György akkor. Tehát lényegében regény elemzések folytak, tehát számtalan irodalmár, később író, vagy irodalomtörténész vett részt ezeken a szemináriumokon. A filozófusok, akik azokká lettek, az egy
voltak ebben töredéke volt azoknak, akiket Lukács annak idején befolyásolt. Ja. Hát azért vissza kellene térni egy kicsit a 47 után évekre. És kicsit ahhoz, amit te mondtál az Alexander Bernátról. Lukács György voltak éppen, bár olyankor kommunista volt és marxista volt, ilyet ismertük, alapjában a 20. század elején filozófiát hozta vissza. Ezért nem véletlen, hogy a filozófiai könyvkiadás címe volt a filozófiai, ja, ugyanaz volt a címe, az új. Új, de ugyanaz. Tehát folytatták az Alexander Bernát által kezdeményezés filozófiai írók tára, az lett a címe, hogy új filozófiai írók tára, vagy filozófiai írók új tára, nem emlékszem pontosan, de az első fekete kötésű magyar fordítások, Szemeresem által fordított Spinoza, Kant, Hegel művek, azok a filozófiai írók tárában jelentek meg. Tehát biztos, akik folytatta ezt. Folytatta ezt az óráiban is, amit talán kevesen tudnak, mert azt hiszem kevesen voltak, nincs már ma senki közülünk, aki Lukács óráit akkor hallgatta volna. Előre kell bocsátanom, mert biztos szintén nem tudnak hallgatók, hogy 1949 után tilos volt Lukácsnak és Fogarasinak Marxot előadni. Senki, aki Marx volt és marxista, nem lehetett előadni, mert volt egy külön marxista-lenista tanszék, és az ő privilégiumuk volt, hogy Marxot adjanak elő. Úgyhogy Lukács és Fogarasi kizárólag klasszikus filozófiai szerzőkről beszéltek. Első Lukács szeminárium a Kritik der Urszerskraft volt, ami akkor mondtam, nem volt még magyarul elérhető, tehát kellett fordítani. Másik Lukács szem Hegel esztétikája volt, miközben a Hotó kiadás nagyon fontos volt, hogy Hotó kiadás, az se volt meg magyarul. Ugye megpróbált, aki tudott németül olvasni, mint én, olvasta németül, a többi csak ült, és hallgatta, hogy miről van szó. De a szeminárium kizárólag filozófiáról és esztétikáról szólta. Párhuzasra mentek, amit említettél, Gábor, a Fogarasi szemináriumok. Most Fogarasi ugyanakkor került az egyetemre, mint Lukács, ő hát nem volt egy nagy jellegű filozófus, nem is volt egy igen nagy személyiség, ugyanakkor ténylegesen komolyan vette a filozófiát. Első szeminárium a Spinoza etikája volt. Második szeminárium, említettél, a tiszta ész kritikája volt. És a tiszta ész kritikáját szemérem, hogy történt egy gyönyörű dolog, elmesélem, bár ez egy anekdóta. Megjelent a szeminárium, van egy fiatal ember, és a következőt mondta, nem akarok nevet említeni, Rokonai élnek. Azt mondotta, Fogarasi elvtárs nem tarthat előadást és szemináriumot Kantból, mert Sztálin elvtárs megmondta Alexander elvtársnak, hogy Kant a reakció volt a francia forradalomra, és egy reakciós nem lett tanítani. Mire Fogarasi Béla elvörösödött, fölugrott, és majdnem kiment a teremből, és azt mondta, amíg az ember itt van, veszem a klapom és megyek. Ez egy nagy jelet, hogy elment, nem maradt ott, mert most már Fogarasitól is félt, nagyon jó szeminárium volt. Különben a jegyzetek, hát nem voltak jegyzetek, maga említette ezt a kérdést, jegyzetek. Fogarasi ókori filozófia történet jegyzetet én írtam. Már ott voltam az órákkal, nem tudok gyorsírni, csak ugye, amit éppen jegyzetelni tudtam, azt meg a logika előadást is én írtam, pedig nem értettem hozzá, persze az arisztotelészi logika volt, nem magyarul, nem kellett nagyon hozzáérteni, de hát az ő vizsgáihoz kellettek jegyzetek, és a diákok a jegyzetekből vizsgáztak. Persze az úgy történik, hogy diákja haza nem akart nevet említeni, még mindig történészi fronton tartózkodik, oda jött hozzám, és mondom, most vizsgázok, preszokratikusok, ágium, mondd meg gyorsan, mit kell a Thaleszről mondani, mondom, minden víz. Mit kell elrakrajtoznom, de minden tűz. Ki jön? És azt így átvettem. Na hát ez így folyt, ugye. Így folyt a filozófia történet, de az a Fogarasi tudott rendesülni. Tehát Lukács és Fogarasi. És még egyet említenék, akkor zajlott lakja 49 és 53 között az első filozófiai vita. Akkor alakult meg a Lenin intézet. És a Lenin intézetben azok
voltak az urak, a tanárok, akik ugye vonalasak voltak. Szegény fiatal embereket, akik abszolút nem akartak vonalasak lenni, mint a Misu vagy a Fehér Ferenc, oda küldtek abba az iskolába, mert annak volt a híre, hogy ők fogják a kádereket nevelni, és legokosabb embereknek oda kell menni, és csak a buták maradnak a bölcsőszkár, mert úgy is rossz káderek. Úgyhogy ott tanították a marxizmus, leninizmus, nálunk tanították a filozófiát, legalábbis 1953-ig. Ez egy nagyon fontos periódus volt, mert azt mondom, a filozófiai olvasóközönség, a könyvek akkor kezdtek megjelni, akkor kezdtek kialakulni. Egy dolgot, amit szintén nem tudtak, Marx alig létezett akkor számunkra, akik magat marxistának mondtuk, mint én magam, úgyis nem volt hozzáférhető. Zárt anyag volt, kivéve a kommunista kiáltványt és a tők első kötetét. Zárt anyag volt 53 előtt, csak 53 után, akkor is különös engedéllyel lehetett Lukács összkiadást a parlamenti könyvtárba olvasni, csak ott bent kivinni nem lehetett, mert az összes ott kellett olvasni, mert csak Sztálint és Lenint, főleg Sztálint kellett olvasni, abból is vizsgázott mindenki, az, mert kötelező volt marxizmus, leninizmus vizsga. De azt akarom mondani, 53 előtt, 53-ban változott a helyzet. Ugye a Nagy Imre került akkor a kormány, és a helyzet változott. Ja, még egyet akartam, a filozófai vita. 49-53, mikor a Lenintézet megalkult, attól kezdve egészen 53-ig állandó filozófai vitákat szervezett, kiszervezte, a párt szervezte ezeket a vitákat, ahol nekünk, Lukácsnak, Fogarasnak, Szigetinek akkor ide tartozott, és jó magamnak és Herman Istvánnak kellett vitatkoznunk a Lenintézet hivatalos filozófusaival. Ez ment három éven keresztül. Ugye három éven keresztül ugye megpróbáltuk megmagyarázni, hogy miért rossz, amit ők csinálnak, de mi is rosszul magyaráztuk, mert mindenki csak hülyeségeket mondhatott, amikor hülyeségekkel szemben kell valamit érvelnie. 53-ban változott a helyzet. Akkor szabad lett olyasmit is tanítani, olyasmiről is beszélni, ami nem volt teljesen, hát mondjuk kóser. Úgyhogy magam részéről, akkor jöttek is már hozzánk a Lenintézetből, majd a Misu megmondja, hogy mettől kezdve jöttetek hozzánk a Lenintézetből, akkor már lehetett normális előadásokat tartani, normális szemináriumokat tartani. Akkor nem arról kellett beszélni, hogy miért javította ki Lenin Marxot, mert az egy szemináriumok téma volt, különösen a marxista tanszéken. És Marxot úgy tanultatták a marxista tanszéken, hogy miért volt rossz, és Lenin miért javította ki. Ezeket most már nem tudjátok, mert nem is más korszakban éltetek. Na most azért rátérek a kicsit a mai problémára is, miután hangsúlyozom még egyszer, Lukács nélkül nincs magyar filozófiai élet, és nem csak filozófus nincsen, hanem nincsen filozófiai közönség, mert akkor indult, akkor jött létre a filozófiai közönség. Akkor jöttek létre azokat, akik érdekelt, hogy itt miről van egyáltalán szó. Nem volt filozófia Magyarországon, az első világháború idején volt, az egy nagy korszak volt, ez a korszak bizonyos fokig visszatért 49 után, mert ezek a Lukács és Fogarasi oda tartoztak, abban világba tartoztak, nem tudták megállni, hogy ne hozzák vissza annak a 20. század elején magyar filozófiai korszaknak a szellemét. Visszahozták ezt a szellemet, akár persze marxisták voltak, kommunisták voltak, mégis visszahozták ezt a szellemet. De most szeretnék tényleg arról beszélni, amire akartam beszélni. A budapesti iskoláról lesz szó, az te beszélsz Fehér Ferencről, Misu, te gondolom magadról fogsz beszélni. Nem. Jó. Én mindazért nem akarok magamról beszélni, csak azt akarom mondani, hogy ez a filozófia úgy alakult, hogy régi Lukács tanítványok közül csak voltak éppen én és Fehér Ferenc voltunk igazán régi Lukács tanítványok, és én voltam a legrébig, én még Herman Istvánnal együtt ültem a Kant és a Hegel szemináriumokon, Fehér Ferenc már csak a későbbi szemináriumokon, irodalmi alkotás, elemzések, együtt barátjával, Konrád Györgyel, akit együtt zártak ki különböző az egyetemről, majd nem sokára, őket majd kizárják az egyetemről,
Konrádot visszavezik, Ferit nem veszik vissza már csak 56-ban. Tehát azok a barátok is, volt Lukács szeminárom, ültek és irodalmi alkotásokat elemeztek ők is. Na most a Budapesti iskola, mert én voltam a régi, már 49 óta ott voltam, vagy 47 óta voltam Lukács tanítvány, a Fehér Ferenc körülbelül 53 óta, amikor Lukács megint taníthatott újra, és hát majd is elég későn jött, és Márkus Gyuri akkor Moszkvában volt. Márkus Gyuri a Lomonoszov Egyetemen tanult. Most az az érdekes dolog fordult elő, úgy jött haza Márkus Gyuri két dologgal a podgyászában. Az egyik dolog, Marx ismeret elméletéről írott, eredetileg orosz nyelven írott dolgozata volt, a másik egy terv volt. A terv a marxizmus és antropológia, ha még nem volt készen, akkor gondolkozott ezen, hogy ezt fogja, erről fog majd írni. Na most a különbség Magyarország és a Szovjetunió között nem volt kicsi. A különbség annyit volt, hogy Magyarországon még Marxot sem lehetett 53 előtt olvasni, míg a Szovjetunióban az egész modern irodalmat, filozófiai irodalmat olvashatták az egyetemi hallgatók. Tehát furcsa módon, mi mindig királyabbak vagyunk a királynál, vagy pápábbak a pápánál, ugye a szovjetem nyugodt, a Márkus olvasott neopozitivus, olvasott analitikus filozófiát, hogy tudott Russellt olvasni, és Wittgenstein tudott olvasni, és a tanárok tanították is ezeket a szerzőket, nem úgy, mint náluk. Hát náluk nem csak azért nem tanították, mert már 53 és 56 után már lehetett volna tanítani, de akkor nem került erre soha. Szóval ezzel a podgyászsal került Márkus Gyuri, hogy őt érdekli, ami legfontosabb, az ismeretelmélet. Na most a marxizmus és antropológia ismeretelmélet volt, vagy nem volt ismeretelmélet? Ugye az antropológ idézőjelben volt téve természetesen, ugye Gyuri azt nem mint ismeretelméletet, hanem mint egy Marx interpretációt hozta magával Oroszországból, és alakította át, és alakította újra, de voltak éppen az a furcsa, hogyha Bush elolvassa újra, én ezt neki is mondtam, ezt a ma már klasszikusnak számító könyvet, diákjaim klasszikusként olvassák Amerikában, ma ezt a klasszikusnak számító könyvet olvassuk, akkor másként olvassuk, mint annak előtte. Ezt mondtam is Gyurina, de mondom, Gyuri, te felfedezted a Heidegger János Marxot, mert ahogy ő a marxizmus antropológiában a párizsi kéziratokat elemezte, ezek a párizsi kéziratok, ez egy dasein analízis volt. Mert ugye van az emberi nem, a gattunk, ugye a Menschen gattunk, az emberi nem, és az emberi nemnek a konstituensei, ugye az emberi nem. Célokat tűz ki, az emberi nem társadalmi, az emberi nem sokoldalú, az emberi nem társadalmi, bár azt mondtam, szabad és minden az emberi nem konstituensei. Hát kérem szépen, ez ténylegesen be vagyunk hajítva egy világba, ezek állnak a rendelkezésünkre, Wolfenheim, az emberi nem van oda behajt, az emberi nem, az egyes ember voltaképpen az emberi nemnek egy nagyon különleges, egyedi darabja reprezentálja. Tehát ez egy nagyon heideggeres dolog volt, de ő ezt nem érezte, az a helyzet, hogy miután ismeretelmélettel foglalkozott, csinált egy Marx interpretációt, amely kizárja az ismeretelméletet. Mert ahogy ő a párizsi közératokkal elemezte, az az elemzés kizárja az ismeretelméletet, mert ezen az elemzés alapján lehetetlen az ismeretelmélet. De Márkus azért nagyon fontosnak tartotta, hogy ismeretelmével foglalkozzon, vagy valamivel, ami voltaképpen nem hagyományos, kontinentális filozófia. Ezzel jön. Így jött Wittgenstein, ez az sem ismeretelmélet persze, de hát Wittgenstein volt számára az albert, a traktátus, amit lefordított, és amiért utolszót írt, és amelyet ő nagyon rossznak tartja, én nem értettem vele egyet, ezzel az utolszól nagyon nem volt később megelégedve, tehát Márkus egy perfekcionista volt, úgyhogy ő úgyse volt semmivel sem megelégedve, amit ő ír, de szerintem kitűnő volt, fordítás is, a fordítás előszava is. Ezen kívül Tordai Zádorral, jó, Zádor nevét is jó megemlíteni. Tordai Zádor időben nagy szerepet játszott a magyar filozófia életben. Miközben ő volt az egyik azoknak, akik az egzisztencia filozófiát, nem csak az egzisztencializmus, a magyar kultúrában behozták,
és te Erdős Sárdel, a vallás filozófiának bizonyos reprezentánsai mindig is eljárt Sárdán konferenciákra, azt is ő hozta be a magyar kulturális életbe. Tehát vallás filó egyik, nem csak ő volt az egyetlen, de ő is behozta, kb. Erdélyből jött, Erdélyből jó filozófa jött hozzánk, a vajdaságban is jó filozófa jött hozzánk, ezek más ágai a magyar filozófiai kultúra, amik később összeolvadtak ezek a kultúrák egymással. Sok segítséget kaptunk a vajdasági magyar kultúrától, már budapesti iskola korunkban is. Tehát a Márkus ez volt az első könyve, Wittgenstein volt a második könyve, és a Tordai Zádarac írtak egy közös könyvet, amelyben ő az ismeretelmélete és logikai pozitivizmus fejezeteket írta, és a Zádor írta az egzisztencia filozófiának fejezetet, aminek szintén nagy jelentősége volt, de ezeket a szerzőket Magyarországon egyáltalán nem ismerték. Na most a Márkusnak volt lehetőség arra, hogy kimenjen Amerikába, és Amerikában az ismeret elmélettel akart foglalkozni, észlelés elmélet volt az, amilyen foglalkozott, észlelés elméletet hozta magával haza, még máig is emlékszem a magyar filozófia szemlében, írt az észlelés elméletet cikket, aminek az alapja az, hogy készen állok arra, hogy ezt idézem, hogy az észlelés annyit jelent, hogy készen állok arra, hogy nézzetek utána, lehet, hogy azt hiszem elég jól az emlékezetem, hogy ezzel kezdődött az ő ismeret elméleti koncepció. Később azonban megint csak visszatért valamihez, amit a Lukács Györgyel kapcsolatban. Sőt, nagyon is Lukács Györgyel, ők felfedezték a Heidegger-t szépen, Lukács Györgynek ifjúkori esztétikáit, két esztétikáját, és azoknak a magyar fordításáról volt szó, sőt, azoknak a német megjelenítéséről volt szó, mert németül se jelentek meg soha. És Márkus Gyuri volt az, aki kiolvasta a kéziratokat. Kiolvasta mind a Heidelbergi esztétikának, mind a művészet filozófiának a szövegét. Hihetetlen nehéz munka volt. Egyrészt a németségét, mert azért Lukács György a németül ért, németséges, és múlt század elejé németség volt, és ezen kívül a kézírás. Manapság nem szoktunk hozzá, hogy kézírás böngészünk. Kézírás annyiban segítettem Gyurinak, hogy gondoltam, Lukács mit akart ezzel mondani, vagy miért akart ezt mondani. Nagy, és ez a munka nem állt ebben, ez is fordítás volt, persze kiolvasni valamit, az is valamilyen fordítási munka. Ezen kívül erről tanulmányt is írt. Több tanulmányt írt Lukácsról, egyik tanulmánya a lélek és a formákról, azt hiszem, a cím, hogy lélek és az élet, de lehet, hogy rosszul emlékszem, és egy nagyon hosszú tanulmányt írt a heidelbergi esztétikáról. Ez egy nagyon kiváló, a legjobb tanulmány eddig a heidelbergi esztétikáról és a művészet filozófiáról együtt valaha írta. Utószónak írta a megjelenítéshez, de önmagában is nagy jellegű, értékes munka. Most ez Márkus Magyarországon. Persze Márkus Ausztráliában arról nem beszélek, mert hiszen a magyar filozófia 90-es évekig a téma, hogy nem mehetünk tovább 90-es éveknél, sőt, még a 80-as éveknél se, hiszen Márkus már 80-as évekből Ausztráliában volt. Most egy néhány szót azért mondanék a budapesti iskoláról általában. De a budapesti iskola azt a feladatot kapta Lukácstól, hogy a marxizmus reneszánszán dolgozzon, hát mindannyian marxistának tekintettük magunkat, már annak tekintettük magunkat, utólag rájöttem, hogy két alapvető marxi kategória van, a legmarxistabb könyvemben sincs benne, de munkáshoz egy vezető szerepe, és a termelés paradigmája. Valahogy az hiányzik. Marxista műveimben, ez a mindennap életre gondolok, de hát az nem számít, mert az a kérdés, minek tekintjük magunkat, nem azt, hogy mik vagyunk. Persze a párt azt jobban tudta, hogy antimarxistának nevezett minket, és a párt mindig jobban tudta, mint mi, hogy mi voltak éppen mik vagyunk. Ezt meg kellett azóta tanulnom. Nézzünk magunkba. Tehát Budapesti iskola az 50-es években
hétvégén baráti társaság voltunk, mondom, ketten voltunk a Lukács tanítvány, a régi Lukács tanítvány, Vajda Misó és Márkos Gyuri csatlakoztak. Miért csatlakoztak? Ugye alapjában, mert az volt a filozófia. Mert a filozófiát akartak csinálni, és oda mentek, ugye, mint a napraforgó, ahol a nap van. Ugye ott van a filozófia, forognak oda, ha lett volna egy más jelentős filozófus, lehet, hogy nem lett volna egyik sem, nem volt volna a Lukács tanítvány, de végül összekapcsolódtunk, és egy baráti társaság lettünk. Most ugye mindannyian Lukács szerint hogy meg voltunk bízva azzal, hogy a marxizmust egy új alapra helyezzük, vagy reneszánsz, az annyit ilyen reneszánsz legyen. Ezt lehet különbözőképpen értelmezni, mert úgy értelmeztem reneszánsz ember című könyvemben, ugye a reneszánsz kereszténység olyan volt, hogy mindenki keresztény volt, de mindenki számára más jelentett a kereszténység. Így értelmezte mindenki, Márkos Gyuri, hogy visszatérjek hozzá. Írt egy nagyon fontos cikket. Akkor az volt, úgy idézték, nem ez volt a címe, a többféle marxizmus. Ugye ezzel a címen ment a közt, a többféle marxizmus. Így nevezték, és Márkos Gyuri négyféle teljesen különböző interpretálása van Marxnak, sorolta négyet, a dialektikus materializmus, a hivatalos marxizmus, az egy volt a négy értelmezés között, hogy borzalmas botrányt váltott a párt köreiben ez. Közben viszont Márkos Gyuri is ezt nem szabad elhallgatni, főleg Merdei Ági most itt van közöttünk, egyetemen egy ideig ő tanított, ő volt egyetlen közöttünk, egyetemen tanított, ő tanított egy néhány évet az egyetemen. És itt visszatérek ahhoz, hogy Lukács György nélkül nincs magyar filozófia, hogy a következő generáció legjelentősebb filozófusai kivétel nélkül Lukács György tanítványának, Márkos Györgynek a tanítványai voltak. Ugye a Márkos György tanítványa volt említett Bence, a Kis János, itt van az Ágé, és a Fodor Géza, említsen, fél, hogy megint a muzikológiáról beszélek, Fodor Géza, ugye az egész későbbi magyarországi filozófiai gárda, az ő, hát mondjuk az ő kalapjából, nem tudom miből nőtt ki, kabátjából kell kinőni, akkor az ő kabátjából nőtt ki. És ezekből lettek az úgy, jó, nem tudom miből nőttek ki, mondjátok meg nekem. Na minden esetre, ezekből lettek a Lukács unokák. Tehát most a Lukács unokák is ezekből jöttek létre. Most visszatérek egy pillanatra. Nem tudom, mennyi időm van. Már nincs. Van bőven még, vagy van még. Jó. Akkor még visszatérek ahhoz a négy emberhez, akiből a Lukács iskola, a későbbi Lukács iskola áll. Azért lett Budapest iskola, mert Lukács így nevezte ezt a négy ember. Times Literary Supplementben írott tanulmányában, vagy interjújában, nem emlékszem pontosan, ő beszélt Lukács iskola, ő sorolta fel addigi jelentős műveinket, és ezek által lettünk mi Budapest iskola, és maradtunk mind a mai napig a világ közvéleményében. Állandóan írnak könyveket a Budapest iskolára, úgyhogy nem tudjuk ezt levakarni magunkra, mert most már így vagyunk elkönyvelve. Na most az iskoláról következő marxizmus reneszánsza volt a feladat. Na most az a helyzet, hogy teljesen különbözőképpen gondolkoztunk. Már akkor is, nem csak későben, akkor is mindenkit más dolog érdekel. Más kérdések foglalkoztatták. Egymás munkáit elolvastuk, többnyire kritizáltuk, Márkusi rettenet, hogy szigorral kritizált, mindig azt mondta, hogy ez nem jó, meg az nem jó, és ez nem jó, és hosszasan mondta, hogy mi nem jó. Hát én nagyon szerettem a megjegyzéseit, mert ez is hozzátartozott ahhoz, hogy ahogy hozzánk viszont nyúlt, vagy szigorú tudós volt, magam részéről nem voltam a szigorú tudós, de nagyon fontos volt, hogy megmutassa, hogy hol van egy tévedés. Amikor tévedés mutatott, az nagyon hasznos volt. A többit a fülöm mellett eleresztettem. Mert ugye azt írom, amit én akarok írni, amit más akar írni, de mindannyi így voltunk ezzel, hogy mindenki azt voltaképpen azt
a dolgozott, amit dolgozni akar. Igazából volt köztünk egyfajta szolidaritás, ami szolidaritás volt olyan dolgokban, és nem értettünk egyet. Például itt volt az új baloldal. Én nagy rajongó voltam, új baloldal. Márkus utálta az új baloldal. De azt mondta, hogy sose szól ellene, amit mi írtunk, például Vajda Misóval együtt követünk egy művet ezzel kapcsolatban, hogy ő nem szólal föl ellenünk, bár utálja az új baloldalt, és marhaságnak tartja, amit írtunk, de ő ezekben sose fog bennünket megkritizálni. Azt hiszem, Niki, hasonlóképpen jártunk el, ha kritizáltuk egymást, haragudtunk, veszekedtünk, egymás között tettük. Ez az agon, filozófusok nagyon szeretnek egymással veszekedni, az agon azért minden nap közöttünk is előfordult, de nem ment a külvilág felé, mert kicsit zárt kör volt, hogy igyekeztünk a külvilágtól valahogy elzárni magunkat. Bizonyos kivételeket például, mondjuk a Jancsóiktól nem zártuk el magunkat, de Jancsó maga is Lukács követő volt, hogy ez nem volt nagy kunc. Ugye ő mikor az első ismert darab filmjeit csinálta, erősen Lukács hatása alatt áll, nem is tagadta, úgyhogy Jancsóika való kapcsolat az nem nyúlt nagyon-nagyon messze ezen a bizonyos zárt körön. Na most visszatérek az, amit mondtam. Mindenki azért már akkor is másként gondolkozott. Tehát hiába voltunk mi egy iskola, vagy nem hiába voltunk mi egy iskola, de barátok voltunk, szerettük egymást, nem akartunk egymást bántani, de azért másként gondolkozott. Ennyiben nem is szóltunk vele egymás dolgaiba. Hogyha egyik ezzel foglalkozott, ezt idézem, ezt utalom azt mondott, ezzel foglalkozott, azzal foglalkozott, harmadikkal foglalkozott, vagy az, hogy kivel foglalkozik, az az ő dolga volt. Na most én ezt nem nagyon értettem akkor, úgyhogy mikor már nem tartoztam a marxizmus reneszánszához, nem hittem benne, de akkor fölmerült a kérdés, hogy milyen istának nevezem magamat, hogy mindenki van kistabat, ha nem vagy marxista, mi vagy te voltaképpen. Ugye? Különböző iskolák volt, a Frankfurt iskola, mindenki tudta, ki tartozik a Frankfurt iskolához, ide tartozom, nem a tartom, marginális, nem marginális, de én a Frankfurt iskolát. Aztán voltak strukturalisták, voltak funkcionalisták, voltak posztstrukturalisták, voltak szisztemteórihoz, hogy meg rendszerelméletesek, hát izmus, istákkal tele volt a világ. Hogyha egy gondolkoztam azon, hogy milyen ista legyek én, überhat, hogyha egyszer nem vagyok, nem vagyok marxista. Azt mondtam, posztmarxista, de az sincs, biztos, hogy posztmarxista, azt nem lehet. Akkor egyszer, 1980-ban, megint egy anekdóta következik, együtt vagyunk egy konferencián Michel Foucault-val, és éppen beszélgetünk egymással, egyszer odajön egy fiatalember, következő kérdés szegzi Michel Foucault-nak. Azt mondja, a professzor úr, maga strukturalista vagy poststrukturalista? Ránézett és azt mondta, I am Michel Foucault. És akkor, úristen, nyugodtan mondhatom, hogy Heller Ágnes vagyok, nem kell semmi. Ugye, nem kell semmi izmushoz tartozni. Hitler rájöttem, hogy a filozófia személyes lett. Nincsenek iskolák, azóta nincsenek kis iskolák. Most már mindenki tudja, hogy nincsenek iskolák. A filozófia személyes. Nem lehetne Foucault Jánosok, nincsenek, mert az a ökre. És Derridát nem lehet utánozni, nem lehet a Derridista, lehet tanulmányozni Derridát, lehet róla szemináriumot tartani, de ő nem bújhat senki Derrida bőrébe. Ezt nem lehet csinálni. Hát személyes a Derrida filozófia, Foucault-é, az Foucault filozófia, Isten áldja meg, Vajda Mihály az meg az övé. Ugye, és Márkus György az ő filozófia. Az ő filozófia maradt a 90-es évektől is, maradt a 70-es évek végétől, mikor elhagyta Magyarországot. Ezek személyes filozófiák. Személyes filozófusok természetesen valami adon kötődnek a másikhoz, vagy azért, mert kedvelik, vagy azért, mert kritizálják a másikat, de egyre kevésbé fontos ez a mai filozófus számára. Ha megnézitek a mai filozófus, nagyon-nagyon ritkán, aki ténylegesen, Habermas kivétel, Habermas ebben régi típusú, és még a Frankfurt iskolához tartozott, bár ő a mai élő filozófusok doajenje, de azért mégis Frankfurt iskola leszármazottja, így mondjam, de a Marcus